Szent Iványi Istvánnal, korábbi SZDSZ-es külügyi államtitkárral és korábbi jubjanai nagykövettel, Stier Gáborral, külpolitikai szakértővel, szakújságíróval, a moszkvatér.com főszerkesztőjével és Mesterházi Attilával, a NATO parlamenti közgyűlés korábbi elnökével folytatódik a mai téma. A mai téma nem más, mint Oroszország, meg a mai téma nem más, mint Magyarország, meg a NATO csatlakozás a skandináv országoknak, meg a Magyarországon lévő orosz többségi tulajdonú beruházási bank, amelyből sorra vonulnak ki az Európai Unió tagállamai már, akik tulajdonosok, résztulajdonosok voltak ebben, kivéve Magyarországot. És a NATO szavazással kapcsolatban természetesen vannak fennakadások, mert hogy a Fidesz-KDNP frakciói megosztottak a kérdésben. Óriási viták vannak ezekben a frakciókban, és több óra hosszán keresztül soroltak egyébként a képviselők ellenérveket az országgyűlésben is. Mert hogy vannak problémáink a finnekkel és a svédekkel, akik szívességet kérnek tőlünk. Nézzük az erről szóló összefoglalót. Két hetet csúszik a svéd és finn NATO csatlakozás parlamenti jóváhagyása, tudta meg a HVG. A portál szerint a házbizottsághoz benyújtott új napirendi javaslat szerint a zárószavazást csak a március 20-ai héten tartják. A tegnapi 4 órás parlamenti vitában a Fidesz és a KDNP is jelezte, hogy támogatja a NATO bővítést. Ezzel valójában elismerték, hogy a vitarendező küldöttség egy politikai akció, nem pedig előfeltétele a támogatásnak, írja a portál. Ennek ellenére a kormánypártok hamarosan tárgyaló delegációt küldenek Svédországba és Finnországba vitarendezés céljából. Szerintük erre azért van szükség, mert svéd és finn részről korábban alaptalanul sértegették Magyarországot. A zárószavazással meg akarják várni, hogy a küldöttség hazaérkezzen a tagjelölt országokból, írja a HVG. Magnus Christiansson svéd biztonságpolitikai szakértőnek a szavait idézzük, tudjuk mutatni. Folyamatosan halogatják a magyarok a jóváhagyást, mondja a szakértő, és az, hogy most éppen tisztázást sürgetnek az északi országok állítólagos Magyarországot érintő hazugságai miatt, teljesen összhangban van Vladimir Putyin érdekeivel. Ez a magyar kormányfő, a magyar külügyminiszter, a magyar köztársasági elnök, sőt a frakcióknak a vezetése is, bár vannak nagy viták a frakciókon belül, tudjuk egyébként, hogy a kormánypárti frakciókon belül fontos kérdésekben mindig nagy viták vannak, és ezek hát rendre nyilvánosságra is kerülnek, és hosszú hetekig elhúzódnak, így történik most is, de ennek ellenére mindenki azt hangoztatja kormánypárti oldalról is, hogy meg fogják szavazni a svédeknek és a finneknek a NATO csatlakozását. Ennek ugye azért van jelentőség, hogy az összes tagállamnak az egybehangzó nyilatkozata kell ahhoz, hogy új tagot vegyenek föl. És hát a törökök azok vannak még hátra. Ez a Magyarország részéről tanúsított, az ellenzék azt mondja, időhúzás. Ez minek tulajdonítható? Mivel lehet ezzel előrébb jutni, Magyarország hol és milyen politikai pozíciókat tud nyerni? Szerintem ezzel már semmit nem tud nyerni, csak veszíteni tud. Valószínűleg, amikor úgy döntöttek, hogy nem fogják ratifikálni, vagy elhúzzák a ratifikációt, akkor még az volt a szándék, hogy ezzel valamilyen mértékig nyomás alatt tartják a finn és a svéd kormányt. És ez az igazság, az ő szempontjukból nem is volt teljesen irracionális elképzelés, mert akkor még azzal számoltak, hogy március folyamán döntés fog születni a támogatások odaítélésére. Az Európai Uniós támogatások. Az Európai Uniós támogatások. Volt egy ilyen határnap, még december elején arról beszéltek, hogy március 16-áig kell meghozni a szükséges törvényeket, és arról március végéig döntenie kell az Európai Uniónak, a tanácsnak is, a bizottság javaslat alapján. Most hát tudjuk, hogy ebből semmi nem lesz, mert sehol nem tartanak ugyanis azokban az ügyekben, amikben a 27 mérföldkőben, amiben kellene. Sőt, a korábbi megállapodások közül is van, amit fölnyitott újból a bizottság, például az Erasmus ügyet. Jövő héten megy Navracsics tárgyalni arról, tehát az is még teljesen kezdetleges állapotban van. Tehát gyakorlatilag már nem tudják használni ezt a kártyát, amit szerintem használni akarták, mert március végéig ebből még nem semmi nem lesz, viszont nem nagyon lehet halogatni a jóváhagyást. Egyrészt nagyon nagy a nyomás azért az Orbán Viktor és a kormányán ebben az ügyben, másrészt pedig veszélyes időzavarba kerültek, mert Blinken külügyminiszter jövő héten Ankarába látogat, és olyan hírek jönnek, hogy egy F-16-os üzletért cserében valószínűleg megállapodnak a csatlakozás török ratifikációjával, és akkor meg bajba kerül a magyar kormány, amikor azt mondta, hogy nem ő lesz az utolsó. Tehát itt most egy olyan időzavar van, hogy márciusban ezt meg le kell bonyolítaniuk minden valószínűség szerint, tehát igazából nem tudják használni.
Én azt gondolom, hogy most már csak egy lélektani ok van emögött az időhúzás miatt, mögött. Egyszerűen nagyon nagy a frusztráció a Fideszben, Fidesz vezetőiben, ezt érzékelni lehet, és valahogy érzékeltetni szeretnék, hogy nekik is vannak azért eszközeik, vannak lehetőségeik, ők is tudnak egy picit packázni velük. Ráadásul idáig hetente jöttek Budapestre különböző parlamenti delegációk vizsgálódni, Európai Parlamentből, Nemzeti Parlamentből, most magyar parlamenti delegáció utazhat végre Stockholmba és Helsinkibe. Már csak ennyi értelme van, viszont legyünk őszinték, teljesen nevetségessé teszik magukat, mert most már evidens, hogy meg fogják szavazni a végén, tehát ez egy értelmetlen dolog, és csak rontják azt a képet, ami egyébként is kialakult Magyarországon. Az idő múlás, amit Szent Iványi István is említett, egyrészt ugye itt van magyar tekintetben az Európai Uniós pénzekkel, és ezzel kapcsolatos tárgyalások vagy jogszabályalkotásokkal összefüggésben, de ugyanakkor ott van az, hogy ha jól tudom, akkor júniusban lesz NATO csúcs találkozó, amelyiknek egyébként nyilván egy fontos pontja volna, hogy ott már bejelenthetnék a svéd és a finn NATO csatlakozás, sőt, akár ezek az országok már ott megjelenhetnének NATO tagként. Törökországban egy hónappal korábban vannak választások, nem mint hogyha ennek volna túlzottan nagy jelentősége, de azért mégiscsak van neki jelentősége. Ezek a dolgok is bejátszhatnak akkor, amikor itt a különböző elfogadások, ratifikációknak az időpontjáról döntünk. Például Budapest Ankarával egyeztete. Persze, hogy egyeztet. Bocsánat, ugye Szijjártó Péter Ankarán keresztül ment Svédországba, tehát teljesen világos, hogy egyeztetnek. Szerintem komoly jelentősége van. Egyiptom, Ankara, Svédország háromszög. Igen, most igen, ez egy szép háromszög volt, de én azt gondolom, hogy van jelentősége a török választásoknak. Én azt gondolom, hogy az egyik érv amellett, hogy Erdogán megpróbálta azt mutatni, hogy ő egy erős vezető, aki nemzetközi szintéren komoly befolyással bír. Én úgy látom, úgy hallom török ellenzéki barátaimtól, hogy sokkal jobban áll a török ellenzék, mint korábban bármely választás esetében, tehát reális esély van arra, hogy Erdogan elnök megbukik, sőt a parlamenti többséget is elveszítheti a pártja. Ha ez megtörténik, az egy korszakváltás lesz Törökországban is egészen biztosan. A másik, hogy én úgy látom, hogy Orbán Viktor ezt a kérdést benézte, elszúrta, eltévesztette, és ez egy picit ilyen arcvesztés csökkentő akció a Fidesz részéről, hiszen gondoljanak bele, hogy Orbán Viktor imidzsét arra épít, hogy van egy üveggömbje, lát a jövőbe, nem tud tévedni. Fideszes képviselők többször elmondták a parlamenti folyosón, hogy nem tudjuk, hogy miért csinálja az Orbán, de a főnök biztos tudja. Tehát, és most kiderült, hogy a főnök nem látta. Tehát ez benézte, nem tudta arra használni, amire gondolta, hogy használni tudja. Most már valóban semmire nem megy ezzel a puposkodással. Főleg, hogyha mindenhol elmondják lépten nyomon a köztársaságok, a miniszterelnök, a fideszes megszólalók, hogy ők meg fogják szavazni, akkor meg miről mennek egyeztetni Svédországba, Finnországba? Ez lehet a politikai vagy a taktikai akár be. Nem, ez annak a még egyszer, persze, mindig elmagyarázhatjuk, hogy ők annyira okosak, hogy ők mindig mindent fantasztikusan megoldanak. Nem, egyszerűen ezt elszúrták. Benézte a miniszterelnök, rossz stratégiát választott, rossz kártyához nyújt hozzá, és most megpróbál ebből valahogy kommunikációs szempontból kikecmeregni a saját szavazótábora előtt. Lehet azon vitatkozni, hogy jól mérte föl Orbán a Magyarország mozgásterét, vagy nem, de én véleményem szerint az, hogy megpróbálta ebben az Európai Unióval folytatott játszmában használni ezt a kártyát, én abban semmi kivetnivalót nem látok. Ellenzéki szemszögből természetes, hogy ez a megközelítés, de hatalmon azért egy kicsit másabb a helyzet. Tehát az, hogy... Bocsánat, hogy az eredményességet, vagy tehát valamilyen fajta célszerűséget tételezünk, hát én azt mondom, mi lehetett az elvárt haszon ebből politikailag? Hát azt, hogy valamelyes felgyorsítja az európai támogatásról, nem sikerült, tehát ő felgyorsítja annak, de hogy megpróbálta, a szándék ez volt valószínűleg. Tehát egy széles értelemben vett játszma része volt, és egyébként azt most már egyértelműen világosan látszik, és örülök, hogy itt nem ez a kommunikáció zajlik, hogy egyrészt Putyin mindennek az oka, hallottuk a svéd szakértőtől is, tehát hogy Orbán Putyinnak játszik, nem, tehát sokkal inkább, és itt egyetértek az előttem szólókkal, sokkal inkább Erdogánnak játszik, és hogyha a politikai haszonról beszélünk, akkor ennek azért a jövőben lehet valamiféle haszna. Mi? A magyar-török gazdasági kapcsolatokban valamiféle ellentételezés elképzelhető. Még egy dolgot mondok, tehát a Törökországon keresztül érkezik jelen pillanatban az energia hordozók nagy része, tehát a gáz.
Tehát ebben a tekintetben is jó, hogyha mi Törökországgal mondjuk jóban vagyunk. Bocsánat, szerintem ennél sokkal jobban nem tud lenni szerintem Magyarország, mint Orbán Erdogánnal. És szerintem, hogyha nem Erdogán nyer, akkor meg inkább ez problémát fog szerintem okozni. Tehát ez nem hiszem, hogy ilyen sima lesz. A másik, hogy a biztonságpolitikai szakértő azt mondta a Svédországban, hogy Putyin narratívájának megfelel az, amit az Orbán csinál. Szerintem ennyiben helyesen fogalmazott, hiszen ha Finnország, Svédország nem olyan simán lesz a NATO-nak a tagja, az kedvező Putyin számára, de hozzáteszem, hogy itt az a probléma, hogy miután nem működött ez a kártyája Orbán Viktornak, tehát még egyszer mondom, benézte ezt a magyar miniszterelnök, utána viszont ez komoly károkat okoz Magyarországnak. Tehát Finnország nekünk mindig tradicionális partnerünk volt, már a sok minden rokonság logikáján, és nagyon sokat romlott. A Habsburgok találták ki valójában Kipcsak, csak hogy jó, de most visszatérünk vissza a komoly témákhoz. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat rombolt a miniszterelnök személyes megítélésén is Finnországban, és a kormányának is a megítélésén. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesznek könnyebbek egyébként az Európai Unióban ezek a viták, hiszen Finnország mindig a fukar országok közé szokott tartozni, mint nettó befizető, tehát nem lesz ez könnyebb. Ezek után meg pláne nem a magyar miniszterelnöknek, hogy tárgyalási sikereket érjen. De azért azt szögezzük le, hogy Magyarország nem akarta, meg nem is akarja megakadályozni Svédország és Finnország NATO csatlakozását, viszont ezt a kártyát eszközként használta. Ami nem jött be. A háború aktuális híreit nézzük meg néhány mondatban. Megdöbbenve figyelték ezek az emberek annak az épületnek a romjait, amely mostanáig az otthonuk volt a dél-ukrajnai Zaporizsjában. Egy orosz rakéta hajnalban talált be a 4 emeletes lakóházba. Az épület felső szintjei megsemmisültek. A mentő alakulatoknak sikerült többeket élve kihozni, de többen eltűntek. Menekülnek Császiv jár lakosai is Ukrajna keleti részén Donyeck megyében. A Bahmutot ostromló orosz hadsereg ugyanis ezt a települést is tűz alatt tartja. Az orosz hadsereg célja, hogy az egész Dombászt elfoglalja. Az ukrán elnök szerint a védők ellenőrzés alatt tartják a mintegy 1300 kilométeres front minden szakaszát, de a frontvonali településeket folyamatosan bombázzák az oroszok. Közben a közösségi médiában ez a videó terjed, amelyen az önkéntes orosz hadtest katonái, akik az ukrán hadsereg oldalán harcolnak, azt állítják, hogy átléptek Oroszország területére. Fegyverbe szólították az oroszokat a Putyin rezsim ellen. A Kreml szerint ukrán szabotázs akció történt a Brianszki területen, amelyben egy ember meghalt. Az ukrán kormány viszont klasszikus provokációnak nevezte az esetet. És még mennyi hasonló van, amit nem tudunk innen eldönteni egyébként, hogy valójában hogy történt, minden esetre meg tudjuk mutatni azt a térképet, amin nem mondom, hogy az aktuális frontvonal látszódik, mert nyilván óráról órára változnak bizonyos állások, de azt nagyjából elmondhatjuk, hogy ott besatírozva az oroszok által elfoglalt terület, a többi meg nem. Szóval, hogy nagyjából ez a hadi helyzet, vagy ez a területi helyzet áll fenn hónapok óta, ide-oda vándorolnak a front egyes pontjai, nem túl nagy mértékben, de hogyha már arról beszélünk, hogy befagyott konfliktus, akkor hát ott még nem tartunk talán, de egy állóháborúnál ott mindenféleképpen. Téltábornok nem nagyon változtatott a helyzeten, az átfogó orosz támadást, a nagy elsőprő offenzívára, hogyha számítottunk is, és számítottak sokan, hogy ez be fog következni, egyelőre nem látjuk, de a nagy ukrán ellentámadást sem látjuk. Mi történik most? De a nagy ukrán ellentámadásra nem azt számítottunk, azt az ukránok világossá tették, hogy erre csak akkor képesek, hogyha nehéz fegyvereket megkapják, és eznek még nincsenek ott, tehát április végére várható, hogy megkapják, tehát ez inkább májusban várható. Ráadásul nehéz fegyverekkel támadni most nagyon nehéz, mert ez úgynevezett Rasputyica van, tehát fölázott minden, ugye most ott is elkezdődött az olvadás, nagyon hidegek voltak korábban, de most fölolvadt minden, és beragadnak az orosz tankok is, meg az ukrán tankok is. Tehát ez nagyon késlet, ez nehezít egyébként az oroszok munkáját is, de egyelőre az ukránok se tudnának támadni, meg kell várni április végét. Én azt gondolom, hogy és ez az én személyes véleményem erről a dologról, hogy
hogy mindenképpen ez az intenzív szakasz egy ideig tartani fog, de nem nagyon sokáig. Én nem tudom elképzelni, hogy ilyen intenzív módon bármelyik fél ezt a háborút fönn tudná tartani hosszú időn keresztül. Én azzal számolok, hogy az év végéig valamilyen mértékig az intenzitása csökkenni fog. Most naponta 800 ezer ember esik el a front két oldalán, ezt egyik tábor sem bírja sokáig. Itt nyilván mindenki arra készül, hogy tud olyan előnyös pozíciót szerezni, ahonnan majd egy tárgyalások révén kedvezően tud kiindulni. Ukrajna még számol azzal, hogyha nehéz fegyvereket megkapja, akkor jelentős mértékben tud visszaszerezni területeket. Ugye neki a nagy siker az lenne, ha a Melitopolnál egészen Mariupolig át tudna törni, és ketté tudná választani a frontot. Nem tudjuk, hogy meg tudja csinálni, ezt majd meglátjuk. Hát az Azovi-tenger vidéke, illetve a Krím és az orosz... Így van, és akkor hát kilátást a helyzetbe kerül mind a két oldal, tehát attól kezdve ő gyakorlatilag a február 24-i vonalakat nagyjából vissza tudja szerezni, ha ez sikerül. De nem tudjuk, hogy sikerül-e. Oroszország pedig hát arra tör, ez most már teljesen nyilvánvaló, hogy a Donbass, tehát a Donetsk és Luhansk el nem foglalt részeit szeretné elfoglalni, akármibe is kerül, tehát ezt most nagyon nyomják, és szerintem ott ők is le fognak állni, mert a kimerülés határán van. Ugye az utóbbi hónapoknak a legnagyobb hadszintere az egyébként stratégiailag nem kiemelten fontos Bakhmut, ami az ukrán oldalon is a második védelmi vonalba tartozik. Vannak olyan elemzések, Tarjányi Péter az Egyenes Beszédben Szőlősi Györgyinél éppen erről beszélt, amely szerint a Wagner csoport, amely nagyon kivette a részét a Bakhmut ellen irányuló harcokban, akár az 50-70%-a is megsemmisülhetett, vagy olyan sérüléseket szenvedtek a tagjai, hogy harcképtelenek a továbbiakban. Sőt, Prigozsin pont arról beszélt, a Wagner csoport vezetője, hogy hát nem kapunk elég lőszert sem. Iszonyatos veszteségek egyébként, pont ezt mutatjuk. Hát ez Bakhmut meg, illetve ami maradt belőle, ez egy Twitter bejegyzés. Szóval, egy Twitter videó. Borzalmas veszteséget szenvedtek a felek, és úgy tűnik, hogy elsősorban presztízs szempontból van ennek jelentőség. Az oroszoknak nem volt nagy győzelme hónapok óta, az ukránok meg elmondhatják azt, hogy hosszú hónapokon keresztül egy iszonyatos orosz támadást fel tudtak tartóztatni. Már valószínűleg az ukránok azok vagy kivonultak már, vagy ki fognak vonulni ebből a városból. Azért szögezzük le, hogy Bakhmut napokon belül, vagy maximum napokon belül elesik, tehát Szoledár elesett, tehát az, hogy az oroszok nagyjából az őszi ukrán támadások után, meg sikerek után visszavették a kezdeményezést, az egyértelmű. Ha a veszteségeket nézzük, akkor jóval nagyobb veszteségek, vagy érzékelhetően nagyobb veszteségek vannak ukrán oldalon. Hogyha az anyagháborút nézzük, az az oroszok javára billen jelen pillanatban, tehát a tüzérségi fölényüket kamatoztatva, azt érvényesítve, még egy felőrlő, kivéreztető háborúban vannak, tehát ez most egyértelműen látszik, hogy ez megy. Nem igazán sietnek, egyetértek azzal, hogy a végtelenségig nem lehet húzni ezt az intenzitást, de nem okvetlenül sietnek. És az, hogyha... Bocsánat, hogy a képesség megvan fontos arra, hogy gyorsan haladjanak, akkor miért nem teszik meg? Tehát az idő, amit a háborúval töltenek, az őket is őrli, az ő készleteiket, embereiket is emészti. Készletekből van. Tehát a tüzérségi lőszerekből van, és itt igazából abból fogy a legtöbb. Tehát az oroszok nagyjából ötszörös tüzérségi fölényben vannak. Egyébként meg azért nem lehet olyan gyorsan haladni a Donbaszban, mert az elmúlt 8 évben bődületes módon kiépítették a védelmi vonalakat az ukránok. Egy hármas védelmi vonal van, csak a nagy részét nézzük, a nagy fővonalakat, és ahhoz képest haladnak az oroszok. Tehát, és még egy dolog, amiért nem sietnek, az azért, mert megpróbálják az élőerő veszteséget csökkenteni ezzel. Tehát, hogy nem erőltetik a támadásokat, mert hogyha az lenne, akkor még nagyobb veszteségek lennének. És még egy dolog, hogy közben a másik oldal, a tüzérségi fölény, mert néha politikai döntés miatt is, tehát hogy adott esetben Bakhmutot, vagy korábban Liszicsanszkot tovább tartották, mint azt a katonai logika követelte volna. Voltak is feszültségek az ukrán katonai vezetés és a politikai vezetés között. Tehát az igazi nagy
a legerősebb védelmi vonal, a Kramatorszki áttörése még előttünk van, tehát az oroszok előtt van, tehát azért a harc még ezután fog következni, és ebből a szempontból nem szimbolikus jelentősége van Bakhmutnak, hanem nagyon is gyakorlati. Tehát enélkül a vonal nélkül, és egyébként még ehhez a vonalhoz tartozik Szoledár, Bakhmut, Szeverszk, még Szeverszket is el kell foglalni, és az említett Csaszovjárt. És utána jöhet a Kramatorszk. Bocsát, annyit azért tegyünk hozzá, hogy annyira nem sietnek az oroszok, hogy 4 napos háborúba gondolkodtak. Ahhoz képest most egy éve beszélünk, egy éves évfordulója volt, tehát annyira jól megy nekik, hogy annyira magas fölönyben vannak minden tekintetben, hogy egy éve nem tudják a saját stratégiai céljaikat elérni. Én azt mondanám, hogy hál' Istennek. A másik, hogy azt kijelentem, hogy az ukrán félnek nagyobb veszteségei vannak, szerintem ezt maga a titkosszolgálatok tudják a két ország oldalán, de abban már nem vagyok biztos, egyik tudja a másikét pontosan. Tehát azt kijelenteni, hogy az ukránoknál sokkal nagyobb veszteségek vannak, mint az oroszoknál, én ezt egy merész bátor kijelentésnek gondolom. És pont szerintem taktikai szempontból a háború stratégiai jelentősége szempontjából Bakhmut kevésbé fontos, hanem pont fordítva, inkább szimbolikus politikai célok szempontjából volt izgalmas, hiszen utána még komoly védvonalak vannak, ahogy egyébként Gábor is ezt megemlítette. Tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem úgy megy a háború menete, ahogy azt az oroszok eredetileg tervezték. Semmilyen ilyen típusú fölény nem látszik az oroszok részéről, sőt, inkább az derült ki az egyéves háború során, hogy a retteget orosz hadsereg, amit az egész világban egyébként úgy tartottak számon, mint egy rendkívül modernizált és ütőképes hadsereg, ez az image szerte foszlott ez alatt az egy év alatt, hiszen, és ezért beszélnek mindig arról, hogy ők a NATO ellen harcolnak, meg az USA ellen harcolnak, mert ezzel nem kell azt beismerni, hogy náluk kisebb ország, kisebb kapacitásokkal rendelkező országot sem tudtak térdre kényszeríteni, és továbbra is azon küzdenek, hogy a korábban már elfoglalt két megyét meg a Krím félszigetet megtartsák, vagy még egy picit elérjenek tulajdonképpen a megyének a határáig. Az, hogy a Kijevet elfoglalják, hogy leváltsák a Zelenszkij elnököt, az föl sem merül, mert ott olyan messze vannak, hál' Istennek, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát a legegyszerűbb az lenne... Odessa is az első célpont. Hát az is, hát le akarták zárni az egész Fekete-tengert ugye az ukránok elől. Na most ezek ma már föl sem merülnek egyébként, mint komoly katonai vagy politikai cél. Tehát szerintem az lenne a leghelyesebb, hogyha valóban a béke minél előbb előállna, ez pedig úgy történne meg, hogy ugye az orosz hadserege 180 fokos fordulatot vesz, és abba az irányba nagyon gyorsan elhagyja Ukrajnát. Delhiben találkozott a G20-at. Egy mondatot, ha lehet, tehát annyi, hogy teljesen egyetértek azzal, hogyha egy év vonatkozásában nézzük az eseményeket, akkor ez a helyzetértékelés reális. Viszont szeptembertől az újratervezés, az orosz újratervezés, ez sokkal hatékonyabb, mint ami előtte történt, az egyértelmű, hogy problémák vannak, és a másik dolog pedig az, hogy annak ellenére, hogy az oroszok is ezt mondják, hát itt egy proxy háború van, és valójában több mint 50 országgal állunk szemben, vagy tehát egyik oldalon az 50, kettő vagy három, másik oldalon Oroszország, és hát ez bizonyítja, hogy az ukránok arra várnak, hogy megérkezzenek a nyugati fegyverek. Akkor most döntsük el, hogy Ukrajna harcol, vagy pedig Ukrajna harcol mögötte az nyugati világgal. El kell ezt döntenünk, ezt a kérdést, tehát nem nyilvánvaló-e. Tehát most bármilyen fegyvereket legalábbis gondolom én így civilként, meg kívülállóként, már hogy se orosz, se ukrán nem vagyok ilyen értelemben kívülállóként. Szóval oda lehet vinni bármilyen fegyver, de hogyha nincs ember, aki azt használja, akkor az a fegyver az csak sok tonna vas, és nem több. Tehát az ukránoknak a honvédő elhivatottságát kivonni a képletből, anélkül értelmezhető a NATO-nak a segítség, amely egyébként a NATO képességeinek egy minimális töredéke az, ami egyébként fegyverben ott van, és ráadásul 2-3 generációval ezelőtti NATO fegyverekről beszél. Senki nem vonja ezt kétségbe. Igen, Ukrajna hősiesen helytáll, az ukrán hadsereg hősiesen helytáll. Ugyanakkor, tehát hogyha én ezt a proxy, tehát széles értelemben nézem az egészet, akkor azt is el kell mondani, hogy van olyan világvezető hatalma, tehát van olyan hatalom, amelyik
Ukrajnával akarja lejátszatni ezt az egész játszmát, ezt a geopolitikai játszmát, és ez nagyon-nagyon cinikus hozzáállás az, hogy az ukránok véreznek el amerikai érdekeiért. Ez nem amerikai érdeke, bocsánat, azért ez vitatlan. És a hazájukat védik. Hát a saját hazájukat védik, ez kezdtem. Nem amerikai elsődleges érdeke. Amerika támogat, meg hát a NATO, meg mi is elvileg, ugye Magyarország fegyverrel nem, de hát hozzájárul a támogatások, az Európai Uniós támogatásokhoz, az támogatjuk Ukrajnát, hogy meg tudja védeni magát. Itt van egy agresszor, és van egy védekező, tehát egyértelmű. Egyébként én meglepődtem azon, Gábor, hogy te többször úgy fogalmaztál, hogy még el kell foglalni. Hát én nem gondolnám, hogy ezt vagy azt. Orosz szempontból igen, de mi azért itt ne úgy fogalmazzunk, hogy mit kell elfoglalni a Oroszországnak ahhoz, hogy nyerjen, mert nem hiszem, hogy helyes dolog, hogyha az agresszor mellé állunk. A Delhiben találkozott a G20-ak csúcs találkozóján, a háború kitörése óta először az amerikai és az orosz külügyminiszter Antony Blinken és Szergej Lavrov 10 percet tárgyaltak mindössze. Amit erről lehet tudni, az, és hát az is úgy mondták, tehát nem voltunk légy a falon, hogy ezt halljuk, de hogy az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy ameddig szükséges, addig támogatja az Egyesült Államok Ukrajnát ebben a honvédő harcában. Ez mit jelent Oroszország számára, egy ilyen 10 perces találkozónak egyáltalán mi a jelentősége? Hát szerintem nagyon kevés, tehát 10 perc alatt érdemi tárgyalás nincs, és ez nem is egy előre eltervezett tárgyalás volt, hanem a G20-on mind a ketten ott voltak, és ennek kapcsán beszéltek pár szót. Nyilván az álláspontokat rögzítették kölcsönösen, de nem hiszem, hogy ettől előre megy a dolog. Az más kérdés, hogy más vonalakon tudjuk, hogy vannak kapcsolat fel van a két fél között. Elsősorban Burns, a CIA vezetője az, aki többször tárgyalta az orosz megfelelőjével. Tehát azért tapogatózások mindkét oldalról vannak, és bizonyos dolgokat tisztázniuk kell. Például a legutóbb Biden látogatása idején azt biztosították, hogy akkor ne érje támadás Kijevet, és valóban a látogatás ideje alatt nem támadták Kijevet az oroszok. Tehát valamiféle kapcsolat van, de én ebből nagyon messze menő következtetést nem vonnék le, az nem 10 perc alatt történik meg, és nem is hiszem, hogy egy ilyen informális tárgyalás. Az orosz beruházási banknak az ügye már akkor, amikor ez a bank idejött, sőt Magyarország tulajdonrész szerzett benne, az akkor bizonyos vitákat váltott ki. Nézzük meg az erről szóló összefoglalót, mert változások vannak a bank tulajdonosi struktúrájában. A Nemzetközi Beruházási Bank egyben nem tudja visszafizetni a távozó EU tagállamok részesedését, közölte a Népszavával a szlovák pénzügyminisztérium. Az ellenzék által csak orosz Kémbanknak nevezett pénzintézet helyzete azért vált bizonytalanná, mert az orosz invázió nyomán sorra szálltak ki a bank európai résztulajdonosai. Ha emiatt az orosz tulajdonrész aránya 50% fölé emelkedne, akkor a pénzintézetre már lesújtanának az EU-s szankciók. Utolsó EU tagként már csak Magyarország tart ki az intézmény mellett. Magyarország 74 milliárd forintot tett az EIB-be, és bár a magyar kormány is elismeri, hogy kritikus helyzetbe került a bank, egyelőre fel sem merült, hogy a többi EU taghoz hasonlóan Magyarország is kiszálljon az intézményből. Szijjártó Péter külügyminiszter az RTL-nek korábban azt mondta, amíg szankciókat nem vetnek ki a bankra, addig Magyarország is tulajdonos marad, mivel az fontos szerepet tölt be a magyarországi cégek finanszírozásában. Azt a külügyminiszter nem részletezte, hogy pontosan mely cégeket finanszíroz Magyarországon az EIB. Igen, ez az egyik probléma ezzel a beruházási bankkal, hogy nem ismerni a tevékenységét, sőt, a magyar hatóságok nem is vizsgálhatják a tevékenységét, sőt, a banknak a tisztségviselői diplomáciai mentességet élveznek, és bármit hozhatnak, vihetnek, jöhetnek, mehetnek, tulajdonképpen még közlekedési ügyben sem igazoltathatók. Nagyjából itt tartunk, és ugye orosz többséggel működik ez a bank. Erre mondja azt az ellenzék, hogy ez tulajdonképpen egy kémbank, de ettől még önmagában miért volna az, vannak más nemzetközi státuszú pénzintézetek vagy éppenséggel szervezetek is, amelyeknek a tisztségviselőire hasonló kedvezmények vonatkoznak. Hát csak olyanoknál vonatkoznak hasonlóra, amit például az ENSZ hozott létre, tehát a Világbanknak a tisztviselői, vagy pedig az Európai Befektetési Bank, ott ténylegesen vonatkoznak ezek a szabályok, de ez nem ilyen, tehát ez gyakorlatilag olyan, mint bármely más, olyan kéne legyen, mint bármely más pénzintézet. Most én is úgy tudom, hogy gyakorlatilag csődben van, tehát egy csődközeli állapotban van, ez már azért sem lenne érdemes fenntartani. Amikor azt mondják, hogy nem tudják egyben kifizetni, az azt mondja, hogy fizetésképtelenek, tehát ez bármit kifizetni. Péter korábban azt nyilatkozta, hogy a magyar fél most azon gondolkodik, hogy megemelje a részesedést. Ez azért van, mert mint a többiek kiszállása miatt, hogyha nem emeli meg a részesedést, akkor viszont szankció alá kerül, és akkor teljesen vége van a banknak. Ugye hát az, hogy kémbank, az sok minden miatt gondolják az emberek. Hát a vezetőjének a banknak, bizonyos Koszov
úr, az egy nagyon ismert orosz kém dinasztiának a leszármazottja. Most nem mondom, hogy aki a gyereke, az feltétlenül maga is kém, de azért ezzel kapcsolatban vannak ilyen feltevések, hogy a szülei részt vettek az atomtitoknak az eltulajdonításában, és Budapesten volt KGB rezidens az édesapja, ezért tehát van kötődése Magyarországhoz. Tehát azért sok minden erre utal, és az, hogy először a Szabadságtéren akartak mindenáron székházat szerezni, szembe az Egyesült Államok nagykövetségével, azért az is egy gyanúra okot adó tényező volt, és csak amerikai tiltakozásra költöztek át a Lánchíd túlsó oldalára. Hát ezek mind olyan ügyek, ami miatt elég kétes híre van ennek a banknak, és nem tudjuk, hogy nekünk miért jó az, hogy benne vagyunk. Egyébként, amikor fölmerült az a kérdés, hogy kiket finanszíroz, valóban ezt általában titkolják, de azért azt lehetett tudni, hogy például egy balatoni projektet, amiben Tiborcz István maga is részes, azt biztos, hogy ők finanszírozták. Hogy mi mást, még azt persze nem tudjuk, mert eléggé áttekinthetetlennek a banknak a működése, és a magyar felügyeleti szervek sem férhetnek hozzá. Tehát rendkívül titkos módon működik az egész, emiatt hát jogosak az aggodalmak szerint. Ja, projektjeikről lehet olvasni, tehát a honlapjukon lehet interjúkban olvasni. Én ezt interjúban vettem. Tehát igen, lehet olvasni, és ez az egyik. A legnagyobb probléma ezzel, hogy nincsen tevékenysége, mert csődbe van lényegében a bank, de ez a kémbank kijelentéssel nem tudjuk, hogy mi van valójában, de amennyiben, gondolom én, ez kémbank lenne, akkor már régen a szankciós listán lenne ez a bank. Tehát ennyire... Azért tételezzük fel, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió és a NATO azért egy ilyen lépést megtenne, hogyha ez nyilvánvaló. A Magyarország tette lépéseket annak érdekében, erről tudunk-e, hogy például az ilyen vagy ehhez hasonló pénzintézetek az Európai Unióban azok, vagy Magyarországon ne kerüljenek szankciós listára. Itt most az a határ van, hogyha 50%-nál nagyobb benne Oroszországnak a tulajdoni hányada, akkor már vonatkoznak rá a szankciók. Tehát ilyen félig már szankciós listán van egyébként Magyarországon, meg az oroszokon kívül még a tulajdonosai ennek a banknak. Ezt érdemes tudnunk talán. Mongólia, Kuba, Vietnám. Tehát ez a tulajdonosi struktúra, vagy legalábbis a tulajdonosoknak a köre. De hát miért Stier Gábor felvetett, miért is szankciós listán? Hát azért ez egy trükkösen volt összerakva ez a bank, úgyis mondhatnám, hogy ez úgy ki volt találva, hiszen EU-s és NATO tagállamok voltak a többségi tulajdonosai, addig, amíg ki nem szálltak belőle. Tehát egy jó ideig azért erre nehéz volt ugyanolyan szankciós szabályokat hozni, ahol Európai Uniós tagállamok és NATO tagállamok a többségi tulajdonosok, és azért ma is van még jó pár olyan orosz cég, amelyik nincsen szankciós listán, annak ellenére, hogy kereskedik adott esetben, vagy kapcsolatot tart fönt EU-s vagy NATO tagállammal. Például az atomenergia területén ugye Rosszatom, az például nincs ezen a listán. Hozzáteszem, abszolút logikus érv miatt, mert Paks 1 nem tudna működni akkor, tehát én most ezek véletlenül egyetértek a magyar kormány álláspontjával ezzel kapcsolatban. Csak ezzel azt akartam mondani, hogy azért nem minden orosz cégre vonatkozik ez evidens módon egyértelműen, de ma valóban egy teljesen más helyzet van. Én is azért osztom azt a nézetet, hogy azért valószínűleg nem csak pénzügyi tevékenység áll ennek a szervezetnek a hátterében, és azt gondolom, hogy tudjuk, hogy kiket finanszíroznak, tehát én nekem az a feltételezésem, hogy Fideszhez közeli projekteket és cégeket finanszíroznak alapvetően. Másik oldalról viszont ugye mindenki kiszárt már, tehát egyedüli NATO tagállamként, EU-s tagállamként csak Magyarország van benne, és ugye korábban a magyar miniszterelnök pont azzal érvelt, amikor kritizálták őt a magyar parlamentben is, hogy hát ebbe csomó más EU-s tagállam van, nincs itt látni, egy csomó mások is investáltak bele, na de ezek most eltűntek, ezek a partnerek, tudatos politikai döntés alapján, tehát a miniszterelnök indoklása tulajdonképpen ma már nem állja meg a helyét. Ehhez képest most nem azt mondja a Fidesz, hogy ők is akkor kilépnek, a Fidesz kormány ebből, és akkor a trendet követik, amit a többi ország tesz, hanem még inkább növelni akarják a részesedésünket, tehát magyarul meg akarják menteni ezt az orosz projektet. Azért tegyük ehhez még Volt egy jelentkező. Csak azt szeretném ezt hozzátenni, hogy folyamatosan a média, a politikai megszólások azt sugallják, hogy ez egy kémbank.
Na most itt elhangzott, hogy NATO tagállamok voltak idáig a többségi tulajdonosai. Azért számomra ez abszurd, hogy ilyen tulajdonosi struktúrában ez kémbankként működik. És még egy, ha ez biztonságpolitikai kockázatot jelent, akkor bankok állnak szankciók alatt Oroszországban, és a biztonsági kockázat miatt pedig egészen biztos, hogy az elsők között azért listára tették volna. Igen, például a kereskedelmi bankét, a Sberbankot például az listára tették. Ez egyértelmű, igen. Pedig az innen nézve átlátható volt például a magyar pénzügyi felügyelet is vizsgálhatta a tevékenységét. Igen. Hadd tegyem hozzá, mert ez akkor ide tartozik, ha már kémbankról beszélünk, hogy Magyarország az egyedüli NATO tagállam, ahonnan egyetlen egy orosz kémet sem utasítottak vissza, és azt is tegyük hozzá, hogy az egyetlen olyan ország, ahol duplájára nőtt a diplomáciai fedésben lévő vagy diplomata státusú személyek száma, jelen pillanatban Európában a legnagyobb orosz nagykövetség Budapesten működik. Ez egy ilyen regionális központként működik. Tehát azért ez is egy érdekes dolog, hogy Portugáliában is kiutasítottak, Bulgáriából 25-öt, Csehországból szinte a teljes nagykövetséget, Magyarországról egyetlen egyet sem utasítottak ki. Tehát ez mind arra utal, hogy itt valami egészen más kapcsolat van a magyar állam és az orosz szervek között, mint máshol. Ugye azt tudjuk, hogy a Naryshkinnek a fia és a családja az letelepedési kötvénnyel tulajdonképpen bármikor, nem tudom, hogy itt van-e most Magyarországon, de bármikor itt lehet, sőt egész Európában mozoghat. Tehát itt egy nagyon furcsa kapcsolódás van. Nem, már tőle visszavonták a jogosítványt egyébként, igen? De a botránytól nem függetlenül szerintem, igen. Azt mondja Katarina Berli, az Európai Parlament alelnöke, mutatjuk, hogy ha korrupt vagy az Európai Parlamentben, akkor bíróság elé kerülsz és börtönben végzed, de ha a magyar kormányban vagy korrupt, akkor miniszterelnök leszel. Ez egyrészt válasz nyilván arra, hogy az Európai Uniónak a vezető testületeiben korrupciós botrány alakult ki az elmúlt időszakban, és természetesen a magyar kormány sajtó, illetve a kormánypolitika igyekszik kihasználni a helyzetet, és velei korrupt Brüsszelről beszél. Hát itt meg azt mondja az Európai Parlamentnek az alelnöke, hogy a miniszterelnök Magyarországon korrupt anélkül. Mondja ezt egyébként, hogy erre mutatnak konkrét bizonyítékot, ez nem biztos, hogy megkönnyíti a párbeszédet, az egyébként terhelt viszonyokat. Nagyjából egy percünk van. Sőt, ez megnehezíti. Az, hogy korrupció van, igen, van Magyarországon is, van máshol is, de az is igaz, hogy a korrupciót közben politikai nyomásgyakorlásra is, a korrupció kérdését politikai nyomásgyakorlásra is használják. A Magyarországon korábban elhangzott egy vezető kormányhoz közeli gondolkodó része, hogy amit Magyarországon korrupciónak neveznek, az tulajdonképpen a rendszer. A Fidesz lényege. Igen, és más típusú az, amit Orbán vagy a kormány korrupciónak tekintünk, mint amit a köznyelv korrupciónak nevez. A köznyelv alapvetően a megvesztegetést tekinti korrupciónak. Itt igazából nem arról van szó Magyarország esetében, hanem arról, hogy egy fogságba ejtett állam van, és azon keresztül intéznek ügyeket, tehát inkább az angol értelme a korrupciónak, ami romlottságot jelent, ez felel meg igazából a dolognak. Mesterházi Attila, röviden. Szerintem lopnak azért ettől függetlenül. Jó. Na jó van, uraim, köszönöm szépen a második beszélgetést önöknek, köszönöm szépen a késő estig tartó figyelmet, vigyázzanak egymásra és magukra is, jó éjszakát kívánok, viszontlátásra.